Ugye éreztem, hogy ez elfogy a levegőben, meg ott, 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 ott erősen benne van ez a, ez a nagyon ismerős rendszer, ami, ami valahogy mindenkit nyom. Amikor a rendszer rátszáll, és eltűnnek mellőled a barátok, eltűnnek a támogatók, és egyszer csak ott állsz egyedül, és, és még a magánéleted is összeomlik. Tehát itt, itt valami hurra optimista verziót előadni azért nagyon hazug. Üdv mindenkinek, én Kovács Gellért vagyok, ez pedig a nagy látószög című sorozat újabb epizódja, amelyben mozinetes filmek apropóján beszélgetünk aktuális vendégünkkel izgalmas dolgokról. A mai témánk a pedagógusok megjelenítése a filmben, tehát tanárok a filmben, és ehhez két aktuális filmet is tudunk mondani. Az egyik az Elfogy a levegő, amely november 2. másodikától látható a mozikban, a második film pedig a Tanári Szoba, amely egy német alkotás, és azt december 21 Től láthatjátok a filmszínházakban. A mostani beszélgető partnerem pedig újságíró kollégám Köves Gábor. Szervusz, köszi, hogy eljöttél. Szerintem induljunk el a legkényelmesebb pozícióból. Mondjuk el mindketten, hogy melyik az első olyan filmélményünk, amelyben úgy nagyon felfigyeltünk a tanárra, vagy melyik, akkor egy magyarul is megkérdezem tőled, hogy neked melyik a legemlékezetesebb magyar filmből való tanárfigurád? Magyar film tanárfigura uh, Nyúl Béla. Nyúl Béla. Nyúl a Béla, a Hannibal tanár úr. Ugye ez nem az a klasszikus, uh, tehát uh, akiért egy gyerek rajongana, de ez ment az iskola tévében szerintem. Tehát a patyomkén páncélos után lenyomták a Hannibal tanár urat. Mi uh, meg benne? Az a híres beállítás, amiben olyan picinek tűnik? Nem, hiszen nem is emlékszem rá, hogy van egy ilyen beállítás benne, úgyhogy nem tudom ezt fülenteni, hogy igen. Hát ez a sűrű hangulata, mert ugye ez nem egy derűs fél, bár ugye egy szatirikus megközelítés, szegény Nyúlbél, meg a szegény mi. Tehát a kor, ugye ez a fasizáló. nyilván gyerekként ezt meg annyira nem vettem le, hogy ez egy ilyen csúnya mindenféle csúnya ideológiákat nyomatnak, de nem tartozott a kedvencem közé, tehát hogy gyerekként. De hatással volt. Ha, nem. mindenképpen hatással volt, ha szóval volt egy ilyen erős atmoszférája a filmek, és hát nyúl Béla az örök kis ember nem, ez is felnőtt gondolat, tehát, hogy, hogy nem. Én arra emlékszem, egyébként nekem is a nyúlbéla, Béla, meg nekem is a Hannibál tanár úr, de én arra emlékszem, hogy már gyerekként, és én is valami hasonló szituációban láttam ezt a filmet először, talán részleteiben nem is teljes egészében a, a tévében, az, hogy ez a tanár milyen nyomorult helyzetben van. Tehát az ő, a, az ő király, Társalansága, vagy az, az ő eszköztelensége, az, ahogy nem tud sem a, sem, a, a hivatása mellett, sem az embersége mellett kiállni. És ehhez képest meg, hogyha a hollywoodi filmeket vesszük, valószínűleg mindketten sokkal könnyebben tudunk sorolni olyan tanárfigurákat, akik akiknek szívesen a nyomdokaiban léptünk volna akár gyerekként is. Tehát nem véletlenül volt, rám, volt ránk, gondolom rád is nagy hatással, például a Holt társasága, ami a legsűrűbben emlegetett ilyen pedagógusos film. Hát olyannyira, hogy majdnem is meg is buktattam magam, magamat magyar nyelvi irodalomból. Tehát én rögtön kipróbáltam a lázadást. Tehát Aha. átültettem a gyakorlatba, megnéztem vasárnap este a Május egy moziba, ami akkor már nem Május egy mozi volt, hanem Átrium a holdkötőket, és másnap elkezdtem, tehát reggel 8 lázadni, ami, mert hát hatott, tehát hogy ennél jobban szerintem film nem hatott rám, vagy, vagy ennél nagyobb következménye nem, következménnyel nem hatott rám film, mert a Star Wars is hatott rám, de, de utána nem, nem tudtam a birodalmat megdönteni, ellenben a magyar tanárommal szemben uh, tudtam lázadni, és azt, azt hittem, hogy tudok. Robin Williamsnek köszönhetem, hogy a kettesért felel nem kellett magyarból, és meg is tanultam, hogy lázadni, tehát hogy lázadsz, majd magad mögé nézel, és nincs ott a tömeg, aki támogatna, tehát ez egy ilyen magányos lázadás maradt, nem úgy, mint ugye a filmben, ahol uh, ugye a tanárért is kiállnak a fiúk, és egyre többen felállnak a, a, a padra, ami ugye klasszikus jelenet, és én is valahogy nyilván ezt szerettem volna megélni, meg ezt a felszabadultságot, tehát hogy a kitépik a, a, a tankönyvekből ezeket a nem tudom a a megfelelő oldalakat. Igen, így? ez a száraz elméletet magyarázó oldalakat, és, és elkezdenek élni. Ha innen indulunk, hogy Robin Williams, meg Carpe Diem, meg az összes tehát, tulajdonképpen majd hogy nem ö, ö, úgy ábrázolja a Hollywoodi film a legtöbbször a, a, a pedagógust, mint, mint egyfajta szellemi szuperhőst. Aki, aki mellett van a, a tudás, aki mellett van a, a becsület, a, a tartás, a múlt és a jövő tisztelete. És ehhez képest mondjuk, hogyha megnézzük az Elfogy a levegőt, meg megnézzük a Tanári Szobát, ami ugye egy magyar film, meg egy német film, akkor, akkor azt láthatjuk, hogy, a, meg de a Hannibal tanár úrra is igaz ez, hogy a, a, a tanárnak a, a küzdelme van igazából a, a középpontban. Tehát az, az, az is egy érdekes játék lehetne, hogyha elképzelnénk, hogy milyen lenne a Holdköltök társasága mondjuk egy francia rendezőtől, vagy egy német rendezőtől? Hát rendezőtő. láttunk francia holt költők társaságát kis ez picit ilyen volt, de volt az Osztály című film, igen. Ahol, ahol egy, én úgy látom, hogy ez egy jó pedagógus, aki oda kiállt, ugye ez egy ilyen dokumentarista, játszott ezzel. Egy valódi tanárról szólt. És Igen, szólt. de egy kicsit játékfilmesítve volt talán a dolog, tehát nem, nem, egy, nem egy igen, egyben fél. dokumentumfilm, igen, igen, És, és ott ugye ez egy ilyen nagyon és hát egy nagyon, egy átlagosan problémás francia osztály, nem egy, nem, egy, nem jó módú gyerekekből, hanem külkerületből, stb. stb. De az látszik hogy ez egy jó pedagógus. Lehet, hogy nem is ez a kérdés, hogy jó pedagógus az illető, vagy sem, hanem hogy mennyire csapódik le a külvilága. A magyar filmben mindig nagyon lecsapódik a külvilága az osztályterembe, megáll az idő pofa, de ez egy rettenetes légkör. A film, az, a maga a film egyébként, az is egy ilyen lázadó film. És ez te ez, ez alapvetően azért van, mert az Amerika, ahol a meg a veszélyes kőkök, meg a többi. Ez, ezek a filmek, a, a, tanári szoba, meg a fogyadragő, meg a, a, a tér, meg a, meg megáll az idő, ezek alapvetően más társadalmi közegben születnek. Vagy, vagy van, van a, 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 filmkészítői felfogásban is más? Tehát máshogy látják ők a pedagógusi pályát, mint ahogy mi látjuk Európában? Ez, ez a teljesen alapfelosztás, a, van, a, van a, vannak ezek a nem tudom, európai művész, meg az amerikai commerce, tehát valahol itt van a választóponal, hogy, hogy az egyik ugye idealizál, és nem akarok egy kis előadást tartani a, így a hollywoodi egyszer egyből. Tehát az egyikben hősök vannak, a másikban meg, meg nem is tudom, hogy bár rossz tanárok is ugye felvonulnak a hollywoodi filmekben, de ugye vannak a komikus rossz tanárok, Cameron Diaz. Igen, de valahogy az amerikai filmekben még akkor is, hogyha mondjuk egy, és akkor most ne csak egy törömetszett hollywoodi filmet mondjuk, hanem például a független bonarról is lehet ilyen filmeket behozni, például a Fél Nelson, Ugye, ami, ami azért egy, egy indie produkció, meg egy jóval drámaibb, drámaibb hangvételő film, de, de ezek a filmek is inkább arra viszik ki a, a végét, vagy az lehet a tanulságuk, vagy úgy hatnak a nézőre, hogy ha nem is kapsz kedvet ahhoz, hogy a pedagógusi pályára lép, de mégiscsak adnak az egésznek valamiféle tartást, méltóságot, kötnek hozzá valamilyen nemes ideát. Még a, 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 míg az európai filmnél inkább a lecsupaszítás a, cél, vagy a feszültségek hiteles átadása. Eleve a szereposztás, tehát Ryan Goslinggal, ugye Phil Egyszerűen nincs az a, az a mogorva és, és, és depressziós filmkészítő, aki, aki őt eladná egy ilyen nem tudom, lecsúszó értelmességként. Tehát az Ryan Gosling akkor is, hogyha ezzel mi problémája van, nem? Tehát, hogy ez, az már meghatározza a... Az alapállásra, a igen, de közben meg. Ha megnézed az Elfogy a levegőnek, meg a tanári szobának a főszereplőjét, ugye annyiban mindenféleképpen hasonlít a két film, sőt tulajdonképpen elég sok mindenben hasonlít a történetüket tekintve is, hogy két erős női karakter a, a főszereplő, mindkettő megpróbálja érvényesíteni azt, amit a szakmájáról gondol, azt, amit a nevelésről, a köznevelésről, a közoktatásról gondol, mindketten falba ütköznek, csak más-más sűrűség, keménységű falba ütköznek, míg mondjuk az amerikaiak azért megengedik, ha más nem legalább azt, hogy fölcsillanjon a remény. Igen, és ezért, ezért nagyon lehet őket szeretni, mert néha nem árt egy pici remény. Ja, tehát, hogy, hogy itt, itt súlyosabban felörli a, a... ezeket a film pedagógusokat a, a rendszer, de itt is azért van egy, egy különbség a, a nyugat-európai felőrlés, meg a kelet-európai felőrlés, ugye a, 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 az elfogy a levegő, azért az egy sokkal, ha nem is keményebb, de, de egy ilyen szomorúbb, uh, végkifejlettet sugal, vagy hogy ott mindenki így, 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 így jobban nem tudom, tehát hogy úgy, úgy bilincs. Kevésbé artisztikus is. Igen, de hogy mindenki, minden, mind, igen, szoba. De, és, 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 az, az kelet-európa, a másik meg nyugat, és ez a, a két filmben, tehát már a jólét is látszik. Ez az egyik ugye ott valahogy a Ugye a német film az valahogy ez a, ez a, ez a demokrácia sok kicsi csapdája, ahogy, ahogy minden nagyon jól működik, és éppen ebben a nagyon jól működés is tud olyanokat produkálni, amikor egyszerűen nem jössz ki jól belőle, hogy ez a tanár, aki, aki minden mindennek meg akar felelni, és akkor ugye a két megfelelés között úgy a földre upan, a másikban, mert még ez a, ez, a, ez a demokrácia sem annyira működik, mindenki tanulja ezt, és ebben próbál valahogy elhelyezkedni a régi ösztönök, ahogy, ahogy működnek. A német filmet tudtam úgy nézni, hogy, hogy uh, az egy kicsit távolabb volt tőlem, és ez a bácsok, ez a szeretnék ilyen, ilyen így érzi, kicsit az, az, az a luxus nyomor, luxus nyomorunk, a luxus lelki nyomorunk, míg a, még az elfogy a levegő, az meg nagyon ez egy nagyon itteni történet, és ezért szürkébb is, fanyarabb is a miénk. is játszódik, hogy hát ez nincs igazából azt hiszem, hogy, hogy kimondva, de mondjuk az egyik első jelenetben látható, amikor bemegy a, a, szereplő a boltba. De a a Buda, Budapesten is. A... Igen, hát nem beszélnek benne románul, csak, csak, magyarul beszélnek, tehát ismerned kell azt a közeget, hogy, hogy rájöjj magadtól, hogy, hogy nem Magyarországon van, tehát mondhatjuk rá, hogy nagyon is tipikusan magyarul van, míg mondjuk, meg a magyarokról szól, míg mondjuk a tanári szobánál a konfliktusok feltárásának is, hogy mondjam, hát nagyobb az igénye. Nem csak arról szól, hogy milyen a viszonya a, a, szülőknek az iskolával, hanem szerintem egy nagyon, nagyon szellemes, ilyen félallegórikus csavarral igazából azt is bemutatja, hogy a diákoknak milyen a, a, a viszonya a, a, tanár, a, tanárokkal, vagy hát az iskolával, és nagyon izgalmasan felelteti a felnőttek világát a társadalommal. Tehát, hogy ez egy ilyen kis pici felnőtt társadalom, amit ezek a gyerekek az iskolában, az iskola újságban, meg a mindenféle gyűléseken csinálnak. Tehát látszik, hogy ott van egy működőképes rendszer az emberek között is. Tehát, hogy ott hogy, hogy működik a, működik a, a leghismerett, működik a tartás, vannak viták, fölvállalják Sőtön a, a, a kötelező vitákat. Is. Kötelező Megvitatni is. Minden mindent nagyon uh, demokratikusan, emberségesen, nagyon helyesen intéznek, és mégis is Igen, és, és, ha azt hiszed, vannak tök hasonló jelenetek, tehát a, a, az elfogy a levegőben is, próbálkozik a tanárnő, de ott hangsúlyosan próbálkozik ilyen drámapedagógiai módszerekkel, hogy legyugtassa a kedélyeket, meg a, meg a diákjait. És ott inkább a, a, a kétségbeesést látod, E, e, ezen a nőn, míg mondjuk a, a, a tanári szobában e, amikor ő elkezd ilyen módszereket e, használni, azok kivétel nélkül mind működnek. Tehát úgy is vannak a jelenetek elkészítve, hogy hogy, hogy, hogy igazából azok a hogyha még az egész történet tekintve nem is sikerül ennek a tanárnak győzedelmeskednie, vagy igazságot e, találnia ebben a meglehetősen kusza helyzetben, ami egy lopásból e, indul, de amikor Lehetőségre lesz hogy megvillantsa az ő, ő, tanári tehetségét, akkor akkor azt nagyon-nagyon és hatásosan bemutatja a film. A, a, a másik filmben, az Elfogy a levegőben ez inkább csak megmaradt tényleg a próbálkozás szintjén. Ez is a kelet-nyugat különbség? Valószínűleg egyébként igen. Van ez a mi a, a kelet-európai tanársors, hogy ott egy olyan csapás éri, amiből valahogy úgy érzem, hogy hát, ha egyszer föl fog állni, akkor nagy szerencséje van. Itt meg valahogy azt érzem, bár ezek ugye mind a filmen kívüli dolgok, hogy itt meg hát éri valami, de hogy ez nem a vége a történetek, vagy nem egy ilyen, egy ilyen végzetes csapás éri ezt a, ezt a történetek. nem egy ilyen sors tragédia, egy nehéz helyzet, de nálunk meg így, így minden olyan végleges, meg, meg, meg én simán be tudom képzelni, hogy akkor ez a, ez a akkor most nem is csak az, hogy ott hagyja a tanári pályát, hanem teljes mértékben valahogy ki lesz közösítve, vagy, vagy kikerül a rendszerből. Tehát, hogy ott egyszer hibázhatsz, itt meg hibázhatsz. Már mint a németek. A németek. Német, igen, igen. Tehát ez nem egy sors tragédia. Sőt, tehát ott igazából egy utat mutat be, amíg ugye a főszereplő eljut egy meglehetősen bonyolult következtetésig, a, a, az elfogy a levegő, pedig egy kanosszajárás. Hát amikor a rendszer rátszáll, és így hirtelen, vagy hát szépen lassan, így, így, így eltűnnek mellőled a, a, a barátok, eltűnnek a, a támogatók, és egyszer csak ott állsz egyedül, és és még a magánéleted is összeomlik, tehát ebb, pluszban ugye azért az is érzékeltetve van, tehát egy ilyen nehéz, sokkal terheltebb helyzet, de valahogy mindenki sokkal uh, jobban, olyan satuban van, vagy erősebben, ugye a, 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 az élet magyar változatában. Az elnyomó is valahogy azt is olyan, olyan picit, nem, nem is szánalmas, nem ez a jó szó, de hogy olyan Hát sok körülme nincs az elnyomásban, úgy tűnik, hanem, hanem mindenki ezeket a rági, ezt a régi itt. Hát mindenki inkább fölfelé néz, és nem feltétlenül a diákokra. Ja, hát a diákok az, azok szerint, azok ugye a, a magyar filmben azok innentől kezdve az a másodrangú szereplők. Míg mondjuk a tanári szobában helyet követelnek magukat, maguknak egészen konkrétan is. Tehát, hogy ott van egy jelenet is, ahol a diákok azt mondják, hogy már pedig rólunk is kell, hogy szóljon ez az egész. Sőt, hát beültetik őket egy, egy bizottsági ülésre is, hogy képviselhessék a, a, a diákokat. Úgy éreztem, hogy ez elfogy a levegőben, meg ott, ott, ott erősen benne van ez a, ez a, ez a nagyon ismerős rendszer, ami, ami valahogy mindenkit nyom a, a német filmben. Ott, ott meg, meg egy iskola belső működésre, és akkor felvázolnak egy konfliktus, kicsit iskola tévé volt régen az a ez az egy konfliktus, és akkor azt megfilmesítik. A magyar film az meg, az meg azért az, a, az osztály kívüli világot is elég, elég, elég rendesen felvázolja, meg hogy meg, hát eleve a, ugye, hogy miben van a konfliktus, tehát milyen egy most persze mondhatom, hogy nevetséges dologban, tehát egy nem, nem, nem szabadna, hogy konfliktus legyen, és mégis egy ilyen vérre menő konfliktus lesz. Tulajdonképpen én azt vettem észre, hogy a magyar filmből szinte teljesen kikoptak azok a tanárfigurák, akik időről időre megjelentek egy-egy filmben, segítették a főszereplőt ideig, óráig, mondtak neki valamit, nem tudom, a kontrollba a kulka leült a, a, a csányi mellé, számon hogy hova tűnt az elmúlt néhány évben, a Moszkva térben az a tanár, aki ugye minősítette a, a, a a tankönyvet, vagy akár a rossz versekben is vannak, vannak ilyen pedagógusok, de minthogyha konkrétan is ráhatással lenne a filmesekre az, hogy közben meg Magyarországon milyen helyzetben van az oktatás. És nagyon helyesen tulajdonképpen, tehát itt, itt valami hurrá optimista verziót előadni azért nagyon hazug. Hát de egy figurát, azt le... az be de dobni. Be, be lehet, igen. Hát attól függ, hogy milyen filmet akarsz készíteni. hogyha egy ilyen tisztán műfaj filmet, tehát a, ahol a hűs tanár megjelenik, de hát az is azért elég, az nagyon-nagyon jó kell filmet uh, tudni csinálni, hogy elad ezt a hazugságot ma mondjuk egy magyar filmben, tehát, hogy, és, és ha mondjuk a valóságot, vagy, a, vagy ami közeli állapotot akar vagy hát akkor ez a Marson játszódik, és nem Budapesten. Vannak ilyen magyar filmek, amik mintha nem is. Tehát itt játszódnak, látod az utcákat, igen, ismerem az utcát, de valahogy egyszerűen nem jelenik meg a, a világ, amiben élünk, hanem annak egy ilyen fura kis, nem, nem tudom milyen. És neked mi erre a megfejtésed, hogy ez miért van, ez félelemből van? Ugye éppen most van azt, szerintem az a pont, amikor ugye elkészült a uh, minden mindenre a Reis Gábor filmje, aminek picit mint, úgy érzem, mint hogy a pár darabja lenne, ugye az elfogy a levegő. Én ennek egyébként nagyon örülök, hogy tehát a filmben elfogy a levegő, és ez egy kis friss, friss fúvallat, amik akár a, a, Reis filmje, akár az, az elfogy a levegő, így, így, így hozott, szóval, mintha le, lehet, hogy ez aztán így egy, egy, egy ilyen kis pillanatnyi uh, Kis Kerti esemény, szülés. de hogy Aha. igen, de, de akkor is, tehát hogy, hogy kimernek mondani a dolgokat, nem csak ilyen, lila, nem tudom, haloványon valami feltűnik a háttérben, hanem, hanem arról beszél, tehát erről a rendszerről, amit sokaknak egy elnyomó rendszer, másoknak nem, de hogy ezek meg ezekre az iszonyat feszkokról, amik a, ugye a, ezen az alatvalói szinten megjelennek. Tehát, hogy itt játszódik, igen, a saját, saját világunkban. Lehet, hogy most a, nem tudom, az ilyen búfelejtő műzikeleknek vagy operetteknek nincs annyira. Tehát, hogy most ezek, ezek jobban esnek, mert ezek a saját problémája foglalkoznak, és lehet, hogy már nem is szeretem a búfelejtő operetteket. Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Szívesen. Nektek is köszönjük, hogy megnéztétek az új videónkat. Iratkozzatok fel a csatornánkra, mert majd jövünk még újabb nagylátószög videókkal. A Tanári Szoba című filmet decembertől, az Elfogy a levegő című filmet pedig már az előtt novembertől keresétek a mozikban. Vigyázzatok magatokra, minden jót!